és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión, és kell, hogy mondjam, hogy január 26-a, a szerda reggel van, 8 óra 10 perc. Itt van velünk Ács Gábor. És természetesen Gede Balázs. És a 0630 20 10 909-es SMS, WhatsApp és Viber szám, meg a Viber community-nk is, bár oda ti csak azt tudjátok véleményezni egyelőre, amit mi felteszünk. De a többi csatornán lehet nekünk írni és üzenni. Azt mondja, hogy... Igen. Hát én még egyszer nem megyek be Lindonba, úgyis megint 3 órás sorbanállás lesz a szavazó helyiségnél, nekem erre nincs időm. Ja, ez a hírekre vonatkozott. Azt hiszem én is. Igen. Aztán van közlekedési információnk. Jöhet a szignál, úgy érted? Csak hát, hogy közben olyan abszolút vaskosan vizsgálod az üzeneteket. De azon ne fogod, el... te azt vizsgáld, ami a te dolgod. Jó, én kell nézni, és parancsolj. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n. Jó reggelt, uraim! Pacsirta mező perc kereszt után Flórián felé a külsőben elütött kutya. Ó, szegény, pengész írja ezt. Valószínű kerülgetni kell, amíg valaki félre nem húzza esetleg. Az útinformot nézem, hogy van-e frissülés, ugye utoljára az élénk Budapest környéki forgalomról számoltak be, most ugyanez a helyzet. És hát van az árokba hajtott autóról is hír, ugye ez korábban, ezt említettük, Csomád és Őrboltján közötti útszakaszon történt, a 2-es kilométernél a forgalom helyirányonként csak változva halad, és Dán-Szent Miklósnál az Albert és Sára vezető út elején, ahol korábban kigyulladt és kiégett egy autó, már nincs korlátozás, a 6-os kilométernél mindkét forgalmi sáv járható. Ennyiben frissült az útinform. Budapesten én csak a szokásos kisebb lassulásokat látom, talán az elmúlt napokhoz képest az M1-es, M7-es bevezető lassabb a Bakcsomópont felé közeledve, de más egyéb izgalmat, illetve balesetet én sem fedeztem föl. Hogyha ezzel ellentétes információk vannak, akkor küldjetek meg nekünk, várjuk őket. Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli. Valaki úgy emlékszik, a felkínálom, nem Ilkai Csabával volt, nem? Nem, a Reflektor, nem. Vagy új Reflektor magazinban volt ő. A felkínálom az a Pomezsánszky György volt. Igen. Úgyhogy... Így emlékszünk mind a ketten. Igen. Már nem is tudom egyébként, hogy jutottunk ide. Ja, valami szófordulat igen kapcsán. Na, viszont most egészen másról fogunk beszélgetni. Tulajdonképpen folytatjuk azt, ahol abba hagytuk korábban, még tavaly talán, decemberben beszélgettünk utoljára Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával, és valahol ott tettük ki a pontot, hogy tőkegarantált termékek. Most is erről lesz szó, de miután, ugye itt van egy tőkegarancia, tehát látszik, hogy egy ilyen bizonyos szempontból a kockázatot kezelő pénzügyi termékről van szó, el kell jutnunk oda, hogy milyen kockázatok leselkednek most ránk. Csak kinyögöm, hogy mi lesz az útja, módja és tematikája a mostani beszélgetésnek. Szóval a lényeg az, hogy itt van velünk Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Kezdhetjük rögtön a legfrissebbel, ugye itt már az MNB tegnapi döntését megbeszéltük, de van itt egy az összglobális piacokra ható még komolyabb jegybanki döntés, méghozzá a Fed. Ez van egy érdekes eltérés, a Fed kommunikál 3 kamatemelést, a piac meg áraz ennél jóval többet. A piacok meg elkezdtek, mármint a részvénypiacok is nagyon estek az idén év elején. Szóval mi lesz ebből? Igen, hát hol is kezdjük? Egyrészt ott kezdeném, hogy valóban nem is egy, hanem, ha jól emlékszem,
Úgy hagytuk abba a beszélgetést, hogy 3 pontot tettünk a összefuttatás végére, és akkor most megint 3 pont a mondat elejére, és akkor nagyjából ott folytatjuk, ahol. Ami ennek a mostani globális piaci helyzetnek szerintem az esszenciája és a legérdekesebb aspektusa az az, hogy miközben elég komoly kockázatokkal szembesülünk, és rögtön rá is térek az elsőre, ami a Fed kamatpályájából adódik, aközben, és kicsit lelövöm a poént, eléggé úgy tűnik nekem, hogy még ez is kevés lesz ahhoz, hogy a piacokat tartósan lefelé fordítsa, mondom ezt éppen egy elég komoly tőzsdei korrekció közepette. De éppen ezért izgalmasak talán, hogy lesz idő ugye ezeket a tőkegarantált megoldásokat átbeszélni, mert ezek úgy engedik a pozitív hozamokat akkumulálódni így a piacok optimista hangulatával együtt, hogy azért a lefelé irányuló mozgások tekintetében megvédenek. Tehát ez egy jó termék általában a tőkegarantált megoldás egy olyan piaci helyzetben, ahol most vagyunk, ahol fölfele kívánkoznak a tőzsdeindexek, de komoly kockázatokkal is szembesülünk. Szóval ez lenne egy kicsit így az előszó a Fed gondolatmenethez. Bocsánat, megszakítottalak. Nem, csak azt akartam mondani, hogy és amikor, tehát a jelen helyzetben ugye nem feltétlenül javasolt tökig részvényben ülni, még akkor sem, hogyha azt gondoljuk, hogy fölfelé várjuk a piacot, de ha mégis fölfelé megy a tönkregarantált termékekkel, ez megnyerhető. De miért kívánkoznak fölfele a piacok? Ezt miért mondod, de most éppen esnek? Most éppen esnek, én azt gondolom, hogy azért elsősorban egy hát ilyen úgynevezett technikai korrekciót látunk, tehát azért évek óta mindenki folyamatosan vásárolja a kockázatos eszközöket. Ennek ugye az a következménye, hogy nagyon komoly pozíciók épültek ki. Ilyenkor nagyon hamar meg tudnak remegni a kezek, tehát bármi egy kicsit a piaci bizalmat megpiszkálja, akkor elég gyorsan tudnak korrigálni lefelé az indexek. Én ennél többet a mostani állapotokban nem látok bele, de hogy ne tűnjön úgy, hogy meg akarnám úszni a Fedes kérdést, így gyorsan ravaszul vissza is csatolnék, hogy most pont a Fed kamatemelés se az a pici szikra, ami ugye elgondolkodtatta a befektetőket, hogy valóban egy ilyen környezetben, egy emelkedő amerikai hozam környezetben, meg kamat környezetben a legjobb ötlete részvényt tartani. Emiatt indult el egy korrekció a piacon, de előre vetítem, hogy szerintem nem fog különösebb károkat okozni, már rövid távon sem, vagy inkább másként fogalmazok, rövid és középtávon szerintem nem fog a Fed kamatemelés problémákat okozni. Amit ugye Gábor említette, hogy mást ígér a Fed, és mást ár az a piac, ez szerintem egy kritikus elem, és a mai fedülésnek szerintem ez is lesz az eszenciája, hogy ezt a helyzetet, ezt hogyan adresszálja a Fed. Ma kamatemelés, ezt az érdeklődők nyilván már unásig ismerik, hogy ma kamatemelés nem várható Amerikában, viszont szerintem arról részletesen fogunk hallani, hogy a következő hónapokban, a következő ülések során milyen tempóban igyekszik majd emelni a kamatokat a Fed. Valóban volt egy 3 emeléses ígérvénye az intézménynek, ez még tavaly hangzott el. Na, ehhez képest a piac, és itt én tanár úr kérem, nagyon alaposan készültem, mert ilyen mátrixokat néztem, hogy egész pontos legyek a Millás reggeli hallgatói részére, hogy miket áraz a piac. 25%-os valószínűséggel még azt is el tudja képzelni a piac, hogy év végére így másfél vagy 1,75% fölé emelkedjen, vagy arra a környezetre emelkedjen a kamat. Ez ugye mostantól számított 5-6 kamatemelés is lehet simán, ugye összehasonlítva ez a 3-mal, amit a Fed ígért. És ugye visszacsatolva, és a gondolatmenetet akkor egy ponttal lezárva, pont emiatt a nagyon agresszív kamatemelési hullám miatt, amit a piac áraz, emiatt lépett egy kicsit rá a befektetők többsége a fékre a részvény befektetéseivel kapcsolatban. Oké, de akkor ezen túl lehetnek? Tehát azt értem, hogy
még így is csak úgymond normalizálódik a kamatszint, viszont az elmúlt éveknek a folyamatos és brutális részvénypiaci emelkedésében azért a pénzpumpa az komoly szerepet játszott, és hogyha az eszközvásárlásokat a Fed teljesen leállítja, kiesik ennek a hatása, azért az nem tűnik olyan jó hírnek a részvények szempontjából, nem? Ez így van, viszont ellenérvként azért azt hoznám föl, hogy két észrevételt hoznék fel ellenérvként. Az egyik az az, és erről már sokat beszéltünk, erre emlékszem ebben a műsorban is, de fontos ezt megismételni, hogy azért az a zóna, ahol most az amerikai kamatok tartózkodnak, és ahova még tartanak a következő egy-másfél évben, ez még bőven stimulus zóna a gazdaság szempontjából. Tehát tudományos eszközökkel nagyon-nagyon pontosan belülni nem lehet, hogy mi az a kamatszint, ami már szigorít és lassít, mi az, ami ilyen neutrális, és mi az, ami még lazító, de azért azt megkockáztatom, hogy egy ilyen 1-2% közötti amerikai kamatszint, ez még nem szigorít, ez még nem lassít, csak ahogy használni szoktuk ezt az analógiát, mert talán unalmas is egy kicsit, hogy nyomjuk a gázt, csak kevésbé nyomjuk a gázt, de hogy nem féket nyomunk. Tehát ez lenne az egyik, hogy nem... És akkor még esetleg azt hozzáfűzném ezt időről időre, amikor így ügyfelekkel beszélgetünk, ezt föl szoktam vetni, hogy ki az, aki... Tehát mondjuk egy mostani 10 éves amerikai hozzám, ugye 1,7-1,8% környékén mocorog, hogy ki az, aki ráugrana, mint az évszázad befektetése egy olyan ígéretre, hogy kedves ügyfél, most a következő 10 évben ön évi 1,8%-os hozamot tud kockázatmentesen realizálni dollárban. Intuitíve ez még azért, tehát ennek még kellene javulnia ahhoz, hogy tartósan és tömegesen vonjon el a tőzsdéről pénzeket. Ezért is gondolom, hogy ez a mostani epizód inkább átmeneti. Egyszerűen nem tud még eleget nyújtani a kockázatmentes amerikai államkötvénypiac ahhoz, hogy kiszippantsa a nagy pénzeket a tőzsdéről. És még egy érvet akkor ide szúrnék. Hozott anyagból dolgozom, tehát fontos, hogy a forrás megjelöljem. Egy 2019-es Schröders elemzést találtam, illetve bocsánat, nem keverek, ez majd esetleg egy másik téma. Ez egy Bloomberg a hivatkozása, helyes elnézést kérek mindenkitől. A Bloomberg elemzés mutatott rá arra, hogy 1950 óta 12 kamatemelési ciklus volt Amerikában, és ebből 11 alkalommal erősödtek a részvények. És csak egy, talán az olajválság környékén volt, amikor esett a részvénypiac. Tehát ez egy ilyen urbán legenda, hogy a kamatemelés az kinyírja a részvénypiacot, de valójában a kamatemelés egy erős gazdasági környezetben következik be, amikor azért van optimizmus. Tehát, tegyük hozzá, én meg olvastam olyat, most már nem emlékszem a forrásra, hogy ez igaz, hogyha magát a ciklus nézzük, de a ciklus előtt a várakozások, a félelem, hogy beindul a ciklus, és jön a kamatemelés, az meg azért többnyire áresést okoz, ami most esetünkben elmaradt a pénzpumpa miatt, tehát hogyha kicsit elé lövünk, akkor azért ez bonyolítja a képet, nem? Lehet, illetve egyezzünk ki talán úgy egy döntetlenbe, Gábor, hogy azt nem hiszem, hogy azt azért én se gondolom, hogy teljesen végig tudnák követni a kamatemelési ciklust, a részvénypiaci emelkedést, tehát hamarabb fog lefordulni a részvénypiac, sem mint hogy leállna a Fed. Oké, szerintem ez, én benne vagyok. Ez döntetlen, igen, akkor rövi, jó. Váltsunk pályát, nézzük meg a geopolitikai kockázatokat, és itt majd nyilván jöhet a Schröders tanulmány, ugye, ami pont a geopolitikai kockázatokra adott befektetői reakcióról fog szólni, de most per pillanat nézzük meg, hogy mivel nézünk szembe ezen a téren. Itt főleg nyilván az orosz-ukrán krízis az, ami viszi a prímet. Abszolút, ami engem meglep, és lehet, hogy itt én hibázok valamit, ez simán belefér, de én nagyon hiányolom a piaci kommentárok közül, most az én aktuális rövidtávú kommentárok közül a geopolitikai kockázatoknak a mélyebb kibontását. Tehát mindenki úgy tűnik, hogy a Fed kamat pályájára van ráfixálva, és valahogy úgy, nekem úgy tűnik, hogy a piac elfogadja azt, hogy amúgy van egy lassan, de biztosan eszkalálódó geopolitikai krízis itt Kelet-Európában. Nagyon lokálisak egyenlőre a piaci hatások. Rubelen
szívnyán esetleg látszik az, hogy feszültség van. Én nekem itt ugye mint pénzügyesnek nagyon óvatosan kell mozognom, mert hiszen nincsen sem külpolitikai, sem katonai elemzői tapasztalatom egyáltalán. Viszont pénzügyesként ezeket a helyzeteket azért követjük, meg azért kellene szerintem nagyon-nagy óvatossággal követni, mert számomra a mostani árazás, itt az előző pontban is átbeszélt, nagyon magasan vannak amúgy a piacok, meg erősödik minden. Ebből nekem az következik, hogy igazán komoly kockázatát a piac egy, hát ne történjen ilyen tényleg, de egy nagyon váratlan és kedvezőtlen eszkalációnak ilyen nulla körül árazza, és ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez a helyes árazás. Tehát én azért geopolitikai oldalról látom azt, hogy főleg itt a mi régiónk tekintetében, mert ugye földrajzilag közelesünk most ehhez a krízishez, lehet nagyobb volatilitása a következő hónapokban. Viszont, ugye és akkor most a szerdaregély bakimat egy picit korrigálva, akkor megidézném tényleg ezt a Schröders elemzést, ami 19-ben rámutatott arra, hogy az egész a 90-es évekig visszamenve van egy nagyon furcsa átalakulás a geopolitikai kockázatok piaci reakciói tekintetében, tehát még egy öbölháború, egy szeptember 11 kapcsán egyértelmű volt, hogy egy ilyen incidens, hát ezt lehet incidensnek nevezni, a piacok számára durván negatív volt, és a kockázatmentes eszközökbe való menekülés ez teljesen evidens volt. Az ezt követő időszakban döbbenetes, de így van, hogy a kockázatos eszközök kezdtek el jobban teljesíteni, tehát miközben ugye nyilván nagyon fontos ketté választani a dolgot, az ilyen eseményeknek ugye elsődlegesen emberi aspektusa van, és ezt pénzügyesként is természetesen látni kell, meg tisztába kell ezzel lenni, de pusztán ilyen egydimenziós piacelemzési szempontból úgy élte meg ezeket a helyzeteket a befektetők többsége, hogy vételi lehetőség van, és bizony-bizony a volatilitást ezt megvették a befektetők, és már néhány hónappal az incidenseket követően is a részvénybefektetések sokkal jobban teljesítettek, mint a kockázatmentesek. És valahogy úgy tűnik nekem, hogy a mostani helyzetben is ez az elmúlt években, vagy talán évtizedben megszokott rutin dominál, csak figyelembe véve a szereplőket, én bennem van egyfajta óvatosság, hogy tényleg szabad ezt ugyanúgy tekinteni, mint az elmúlt időszaknak az ilyen geopolitikai torzsalkodásait. Uh-huh. Tehát igen, teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi lesz Ukrajnában például. Jó, ez volt a rémizgetős, helyzet, rémizgetős rész, akkor most térjünk rá arra az eszközre, ugye a tőkegarantált termékekre, amivel az ilyen időszakban meg tudjuk védeni a befektetett tőkénket, és ha mégsem jönnek be ezek a kockázatok, akkor egy felfelévelő piacon, ha nem is teljes egészében, de tudjuk megnyerni ugye a piac emelkedését, de egy jelentős részét. Miért is jönnek ezek vissza? Csak azért kérdezem, mert a tőkegarantált alapok nagyon-nagyon népszerűek voltak néhány évvel ezelőtt, aztán ez a népszerűség elillant, és kimentek a divatból. Most miért? Egy főalkotó részük megszűnt. Igen, hát ugye decemberben azt ígértük, hogy meg januárban ilyen nem szándékolt rémizgetés, és azért bízunk abban, hogy minden diplomáciailag megoldódik, és prosperál a világ tovább. Ami ígéretünk volt még decemberben, hogy egy néhány perces strukturálási gyors talpalót fogunk tartani, és akkor itt a maradék időben remélem, hogy érthetően majd ki tudom ide tárni, hogy miért működnek most ezek a tőkegarantált termékek, és miért nem működtek régen. Nagyon egyszerű a mi szakmánk, tényleg nem egy bonyolult dolog. A tőkegarantált termékeknek a struktúrálás az úgy néz ki, hogyha egy kedves ügyfél mondjuk 100 egységnyi befektetést elhoz bármelyik pénzügyi szolgáltatóhoz, és azt mondja, hogy ő mondjuk szeretne az egyszerűség kedvére egy egyéves tőkegarantált terméket. Játék kedvéért tételezzük fel, hogy 10% a kamat ebben a gazdaságban. Ebben az esetben a strukturáló cég félretesz 91 egységnyi pénzt, azt szépen beteszi betétbe,
és az egy év múlvára fölkamatozik 100-ra, és így állítja elő ezt a tőkegarantált megoldást. Na és akkor itt jön a trükk, hogy marad ugye 9 egységnyi pénz, mert amit behozott ugye 100 egységet az ügyfél, ebből 91-et félretesz a struktúráló, az megcsinálja egy év múlvára a 100-at, na és akkor mit csináljunk a maradék 9-el? És itt jön az, hogy az ügyfél számára kedvező piaci szegmensekbe lehet akkor itt ezzel a 9-el mindenféle izgalmas pozíciókat fölvenni. Majd, hogy legközelebb is legyen miről beszélgetni, csak elhintem, hogy leginkább opciós struktúrákat szoktak ilyenkor a szolgáltatók betenni mögé. Aminek csak a következő beszélgetés a Black Scholes opciós árazási modell szavakban, rádiós előadásban. Így van, este 10 után 18-as karikával. Azt már csak tényleg a nagyon durva fanoknak. No, de a lényeg, hogy ezek az opciós struktúrák, ezek ugye azt tudják, hogy ezeket meg kell venni, tehát elköltsük rá a 9 egységet, viszont ezekkel már aztán veszíteni ennél többet nem lehet, csak nyerni. Tehát a legrosszabb esetben nem jön be a tip, és elbuktuk a 9 egységet, viszont azt visszakeressük a kamaton. Ha pedig működik, és miért nem működne egy ilyen tőkegarantált termék, akkor még plusz hozamot is generál. És ami miatt ezek eltűntek az elmúlt években, és ugye ez a fontos elem, az, hogy nem volt 10%-nyi kamat a gazdaságban, hanem 0% volt. Tehát, hogyha valaki behozott 100 egységnyi pénzt ahhoz, hogy ezt tőke garantáltan vissza tudjuk neki adni, hát ehhez mind a 100 egységet el kellett tenni, de akkor nem maradt olyan elem, amit aztán opciókra lehetett volna költeni. És ezért érdekes, meg szerintem fontos, meg szerencsés, hogy elindultak azért a kamatok fölfelé, legalábbis ennek a terméknek a szempontjából, mert így újra árazhatóvá vált, és szerintem egy olyan lényeges, évekig nem használt zónát használ itt ki a befektetések terén, ami mondjuk Magyarországon így a prémium állampapírok dominanciája mellett egy óvatos, de sokak számára teljesen megfelelő terméket biztosít majd. Nem, de tömegesen ezek még nem jelentek meg, most ugye arról beszélgetünk, hogy a magasabb kamatkörnyezet már legalább majd lehetővé teszi így azt, van. Hogy pénzügyi szolgáltatók elkezdik nézni, hogy tudnak-e ilyen termékeket árazni. Ez nagyobb eséllyel fog bekövetkezni, mint az elmúlt években. Érdekes, hogy már csak kimondottan a prémium állampapírt említetted. Éveken át ugye a MÁ plusz volt a király, de a prémium az infláció követő. Akkor ez teljesen egyértelmű, hogy eldőlt, hogy akkor most az való a portfóliókba? Nálatok is azt, ti is azt teszitek? Szerintem ezért nem fogok körmöst kapni, hogyha ezt így megosztom a közvéleménnyel, hogy igen, azért teljesen egyértelműen látszik a prémium állampapír irányába történő elmozdulás. Ugye az új AKK papír, amiről ugye a műsorban is beszéltetek talán egy pár nappal ezelőtt, ennek a megjelenése, árazása is teljesen egyértelművé teszi, hogy mit kínál igazándiból jó szívvel a kibocsátó, a magyar állam. Tehát ezt a mi portánkon ezt meg tudom erősíteni, hogy teljesen egyértelmű a prémium állampapír primátusa most a MÁ plusszal szemben. Annak ellenére, hogy ugye visszaváltás tekintetében, tehát hogyha valaki likviditás kezelésre használ papírt, ott azért a MÁ plusz továbbra is jobb árakat tud biztosítani. De okay. ez most meg kizárólag a likviditás szempontjából érdekes az ügyfelek részére. Remek. Okay. Gyula, nagyon köszönjük, ez ismét izgalmas volt. További szép napot és jó munkát kívánok. Köszönöm a lehetőséget, viszont kívánok. Szia, szép szia. Napot nektek is, sziasztok. Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával beszélgettünk a Fed lehetséges döntéseiről, kamatpályáról, geopolitikai kockázatokról, tőke garantált pénzügyi termékekről. Visszatéréséről. Így van. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.